Kedves nézőink, fejlesztésre készül a Speedtech Kft. Ezzel kapcsolatban stratégiai megállapodást kötöttek az elmúlt héten kedden a várossal. Most erről számolom be önöknek. Mit tartalmaz a most aláírt megállapodás? A mostani szerződés egy opciós szerződés, amely azt tartalmazza, hogy a Speedtech Kft.-nek 2016 végéig vételi lehetősége van egy 13.000 négyzetméteres területre az ipari parkban. Miért fontos önnek az, hogy ebben a városban fejleszten? Unser Betrieb ist jetzt dieses Jahr bereits 20 Jahre in Eucha tätig, die Firma Speedtech. A Speedtech Kft. 20 éve tevékenykedik itt Ajkán a CNC gyártás, illetve a szerelés területén. Egész egyszerűen itt szeretnénk tovább működni. Azért írtuk alá ezt a szerződést, hogy a további fejlődésünket biztosítsuk. Deshalb wollen wir uns vorbereiten, damit wir dann uns auch dementsprechend erweitern können, gebäudemäßig. Mik a tervek a jövőre nézve? Naja, wir denken schon an eine Erweiterung auf circa, könnte man sagen, 150 Mitarbeiter. A következő évekre vonatkozólag lehetőséget látunk arra, hogy a jelenlegi 80 fős létszámunkat 150 főre bővítsük a széria gyártás területén. Miért tekinti Ajkát nagy lehetőségnek? Ja, wir sehen hier einfach die optimale Infrastruktur. Úgy gondolom, Ajkán a szükséges infrastruktúra és a vállalat működéséhez szükséges keretfeltételek rendelkezésre állnak. Okoz-e valami esetleg problémát? Ja, das einzige Thema, was wir in der letzten Zeit halt immer wieder merken, ist das Thema Facharbeiter. Es ist nicht einfach. Az egyetlen dolog, amivel már az utóbbi időben is küzdöttünk, az az, hogy a megfelelő szakképzettséggel rendelkező embereket itt tartani, illetve Ajkán megtalálni nagyon nehéz, mert nagyon sokan elmentek nyugatra dolgozni, Ausztriába, illetve Németországba. Mit gondol, ennek a problémának a megoldásában nyújt-e majd segítséget az ön cége? Ja, hier sehen wir schon auch unsere Maßnahmen, die wir treffen, dass wir sagen, wir haben. Alapvetően abban látjuk a megoldást, hogy biztos munkahelyet biztosítsunk a dolgozóknak, és perspektívát kínáljunk a jövőre nézve. Meg szeretnénk mutatni, hogy itt Ajkán a családdal együtt élve is van jövő, nem feltétlenül szükséges elhagyni az országot. Körülbelül hány és milyen jellegű munkahelyet hoznak majd létre? Ja, wir sehen schon, also in dem Bereich CNC-Fertigung, das heißt, wir brauchen. Alapvetően a CNC területre, elektronikai szériagyártásra és egyéb gyártási területre keresünk szakembereket, illetve a logisztika és beszerzés területére, ahová idegen nyelv ismeret is szükséges. Mikorra készül el a tervezett beruházás? Ja, hier wollten wir eigentlich schon. Ez attól függ, hogy milyen támogatást tudunk szerezni. Az utóbbi időben sajnos olyan pályázati kiírások nem születtek, amelyek a mi céljainkkal összhangban lettek volna. A megvalósítás ideje attól is függ, hogy mikor tudunk állami támogatásra pályázni. Úgy tudom, hogy szeptembertől valószínűleg új pályázatok jelennek meg, ezeket figyeljük és megpróbálunk azokra előkészülni. Az utóbbi időben egy 600 ezer eurós nagyságrendű gépberuházást vittünk végbe, a jövőben pedig infrastruktúra fejlesztést szeretnénk megvalósítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!